Magyarországon azt hazudni, hogy te nyugaton óriási sikerültél, az egy nagyon jó promóció. De akkor igen, most mi azt hittük, hogy... Azt hittük, hogy ne, hát azt nem lehet. Próbáld meg a somlót rávenni arra, hogy hazudja azt, hogy nekünk mennyire bejön, és hogy a lábaim hever ez vagy az, vagy amaz az ország. Hát próbáld meg rávenni arra, ahogy ezt ő elfogja az életet mondani. Mi ezeket nem mondtuk, pedig hülyeség volt, mert itt megnyitlásztuk volna a levezőrát. Akkor, amikor nekünk nem voltak problémáink. Ezzel adásban annyit adtunk. Annyit adott el belőlünk a hangmedel. Éppen amennyit el akartak adni. Azt akarták éppen, hogy mondjuk úgy legyen a libikóka állása, hogy most a, mit tudom én, az omega van. Följebb, akkor az omega van följebb. Azt mondták, hogy nem? Akkor mi? Mert ugye mennyi lemezt adtál el? Amennyi kikerült a boltba. Mennyi lemezt adtál el? És ha nincs a boltban, akkor hiába akarsz. Te venni elgőttélem ezt? Nincs a boltban, tehát ezt megoldották. Tudod? Tehát ehhez már csak azt kellett volna, hogy kicsit jobb viszony a hangnemezgyáron, és azt mondani mindig, hogy óriási siker. A lábunknál fetrengelt egész a hobbiak. Hát ki olvasott akkor rangoló újságokat? A politikai bizottság a bizalmas című kivonatos. Ugye? Sajtó szemelvények a nyugati szemelvények a nyugati sajtóból című. Ez ott bizalmas. A bizalmas, B bizalmas, C bizalmas. Mi a C bizalmas? Olvastuk? Már a Somló egyik volt. Apósa az odaadta nekünk. Az csak a, olyan ember, egy osztályvezető kapta meg a külkereskedelemben, tudod? Mi abból mindig elolvastuk, hogy mi van nyugat. Mit írtak a magyar lapok? Azt, amit a Pravda elkapszal továbbadom. Tudod? Tehát magyarul, itt hazajöttél és azt mondtad, hogy most halt meg egész Anglia az elgépén mozzáról. És itt van az emberek. Kell mozsoltak egy fronyjelét.